Szia! A 2020 májusi informatikai érettségi középszintű érettségi adatbáziskezelés feladatát fogom megoldani, a teljesítők feladatot. A feladat leírását mindig olvasd el, mert segít a kérdések értelmezésében. 1930-ban lépett életbe az a rendelet, amely turista utak jelzésének egyesítését írja elő. Ezzel megszületett a lehetőség egy országot teljesen átszelő túróúton a létrehozására. Az országos kék túra a Vas megyei Írottkő csúcsától a Zempléni hollóházáig kanyarog mintegy 1165 km hosszan. Az útvonal teljesítését a hozzátartozó bélyegző füzetbe gyűjtött 151 különböző pecséttel lehet igazolni. A feladatban vizsgált adatbázisba azok a teljesítők kerülnek be, akik adataik nyilvánosságához hozzájárulnak. Készítsen új adatbázis teljesítők néven. Én Access-szel fogom megoldani a Microsoft Office 2016-os verziójában. Mentsd abba a könyvtárban, amelyikben a forrásállományok vannak. Ezt én mindig bezárom, és akkor nézzük. Két szöveges állomány, teljesítés és település. Itt a két tábla és a kapcsolat. Importáljuk. Külső adatok, szövegfájl. Kezdjük a település TXT-vel. A kódolás nem jó, de ettől függetlenül én itt most tovább lépek, mert első sor tartalmazza a mezőneveket, speciális UTF-8, oké. Most már szépek a ékezetek, megvannak a mezőnevek, tovább. Ellenőrizd le gyorsan. Hosszú egész, rövid szöveg, rövid szöveg, rövid szöveg, rövid szöveg. Település. Hosszú egész. Szöveg, szöveg, szöveg. Magam választom ki, mert az ID a kulcs. És tovább. És település néven. Készen vagyok. Jön a következő. Teljesítés TXT. Ugyanaz. Tovább lépek. Első sor tartalmazza a mezőneveket. Speciális. UTF-8. Oké. Okay. Tovább. ID hosszú egész, dátum idő, névelőtag rövid szöveg, hosszú egész, település ID hosszú egész. Nézzük, azt mondja, hogy település ID szám, szám, szöveg, szöveg, dátum, szám. Készen vagyok. Magam választom ki, mert van ID. Tovább. Befejezés. Bezárás. És készen vagyok az importálással. A kapcsolatokat hozd létre a táblák között, mert segít a későbbiekben. Adatbázis eszközök, kapcsolatok, Shift nyomvatartása mellett hozzáadom a két táblát, és ugye teljesítés táblához kell hozzá kapcsolni a település ID-t, kulcsot viszek az idegen kulcshoz, létrehozás. Ctrl-S, bezárás. Következő feladatok megoldásán a lekérdezéseket és jelentés zárójelben olvasható néven mentse. Ügyeljen arra, hogy a megoldásban pontosan a kívánt mezők szerepeljenek. Ez egy pontot jelent mindig a teljes feladatra sorra nézve. Kettes feladat. Készítsen lekérdezést, amely megjeleníti azon teljesítők nevét, akik neve előtt az ifjú névelőtag szerepel. Tehát létrehozás. Lekérdezés tervező. Csak a teljesítés tábla kell, másik tábla nem kell, ne is jelenítsd meg, időnként ez bezavarhat, csak azokat a táblákat jelenítsd meg, amelyre szükség van. Név, névelőtag. Azt mondta, hogy a névelőtag az if pont. Idézőjelbe majd ő berakja, amikor ütöttem egy tabot, leellenőrzöm, rendben vagyunk, de csak a neveket kell megjeleníteni, tehát a megjelenítésből kiveszem a pipát. Jobb egérgomb, mentés, 2, if, mentés még egyszer, bezárás. Készen vagyok a kettes feladattal. Hármas feladat. Készítsen lekérdezést, amely megadja azok nevét, települését, országát, akik külföldi települést adtak
kaptak meg, és 1990 előtt teljesítették a túrát. Na nézzük. Létrehozás, lekérdezés tervező. Kell mind a kettő, hiszen kellenek a teljesítés adataival is kérdéseim vannak, és a település. Tehát azok nevét, települését, országát, adja meg, akik külföldi települést adtak meg, és 1990 előtt teljesítették a túrát. Tehát kell még a teljesítés, az ez lesz, a dátum. Hopp, kétszer sikerült, úgyhogy ezt gyorsan törlöm. Az biztos, hogy a dátum 1990 előtti, tehát 89-es, mondjuk legyen kisebb, egyenlő, és mivel ez egy dátum, ezért kettős kereszt, 1989, kötőjel 12, kötőjel 31, kettős kereszt. A dátumot onnan tudom, hogy elfogadta, hogy a kötőjeleket pontra cserélte. Táblázatkezelésben és adatbáziskezelésben is használt a kötőjeles elválasztást. Bármelyik országban, bármilyen beállítás mellett működik. Az ország, hát ezt most nem tudom, hogy vannak az ország. Nézzük meg a településeket. Település. Honnan tudom, hogy nem magyar? Hát onnan, hogy figyelmesen elolvastam a leírást. Nézd csak, a település országa, ha magyar település, akkor üres. A másik lehetőség, hogy megnézed. És jé, tényleg, ország üres, ha magyar. Na nézzük akkor a lekérdezést. Not is null. Ő szépen átírja nagybetűkre. Ha nem üres, csak akkor kell, hogy megjelenjen. Na nézzük meg. Itt vannak ezek a teljesítők. Visszamegyünk szerkesztésbe. Kivesszük a pipát. Mert az országot meg kell jeleníteni, települést és a nevet. Jobb egérgomb. Mentés. Három külföld. Oké. Bezár. Bezár. Negyedik feladat. Készítsen lekérdezést, amely megadja, hogy az egyes településekről mikor volt az első teljesítés. Dum-dum-dum. Az egyes települések sokszor szerepelnek, ebből azokból kifolyólag, mivel csak egyet kell belőlük, biztos, hogy csoportosítanod kell. És a legkisebb kell. Tehát, létrehozás, lekérdezés tervező, település is kell meg a teljesítés, tehát mindkét táblát hozzáadod. Kell a település neve, hiszen őt kell megjeleníteni. De a dátum is kell a teljesítés dátuma, hiszen ezekből kell a legkisebbet. Mivel belőlük nagyon sok van, Miskolc, 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 ezért biztos, hogy csoportosított lekérdezés kell, tehát átmész összesítő lekérdezésbe. Ők mostantól csoportosítva lesznek. Azonban a dátumokból csak a legkisebb kell, minimum. És innentől fogva már is kapsz egy rendezett, egy név egyszer szereplő, és a minimális, a legkisebb adatot mellette tartalmazó megoldás. Mentés. 4 településként. Oké. Ha véletlenül hol teljesítettek először, akkor a visszatérésben az elsőt adod meg, és dátum szerint rendezem. Mentés. Ötös feladat. Ha valaki először teljesíti az útvonalat, többször kerül be a teljesítők listájába. Készítsen lekérdezést, amely megadja a legtöbbször teljesítő nevét, születési évét és teljesítéseinek a számát. Ha több ilyen van, elegendő egyet megadnia, mivel egyező névé született, Tóth Béla mind a ketten 1970-ben születtek, akkor nem tudjuk őket megkülönböztetni. Erről szól a dolog.
Létrehozás, lekérdezés tervező, csak a teljesítés tábla kell, és itt pontlevonás is jár azért, hogyha hozzácsaptad a település táblát, hiszen nem érdekel senkit a település. Kell az illető neve, kell a születési éve, és kell valami, amit összeszámolunk. Mindig az ID-t számold meg, mert az, ami biztosan különbözik a többitől. Tehát itt van az ID. Össze kell számolnom, tehát összesítenem kell. Minimum, maximum, összeszámolás, összeadás, összesítés. Nevek születési évek szerint csoportosítva, tehát a különböző években született Tóth Bélák különbözőek lesznek, és az ID-ket kell megszámolnod. Count. Ha most megnézed, akkor itt van, hogy ki hányszor teljesített. Már csak rendezned kell csökkenőbe, így a legtetejére a legtöbbet teljesítő kerül, és egyetlen sorral kell visszatérnünk. Ez lesz a visszatérési érték. És készen vagyunk. Mentés 5 legtöbbször. Hatodik feladat. Készítsen lekérdezést, amely megadja, hogy 2018-ban, az abban az évben 60 évnél idősebbek közül kik hány évesen teljesítették a túrát. Tehát, létrehozás, lekérdezés tervező, megint csak a teljesítés kell, kell a név, de az összes többi adat nem áll rendelkezésemre. Ugyanis a dátum az csak a 2018-ban. Most megtehetném, hogy a tólig adok meg egy dátumot, de sokkal szebb, hogyha szerkeztek egy mezőt. Jobb egérgomb, szerkesztés. Adjuk meg rögtön a nevét. Tehát, teljesítés éve. Kettős pont. Ez lesz innentől fogva a mező neve, amit kiszámítottunk, hiszen nincs ilyen mező. Gyűjtöttem egy szóközt a szépség kedvéért, és most jön az, hogy ki kéne számolnunk a dátumból az évet. Rendelkezésre állnak függvények, méghozzá beépített függvények, dátumidő függvények, és van egy ilyen, hogy year. Ha egy dupla kattintással felteszem a year függvényt, akkor két kifejezés bekerül ide, az egyik kifejezést, az elsőt, azt gyorsan töröljük is, mert arra nincs szükségünk, a dátum helyére pedig egy dátum kell. A teljesítők adat, én rossz névet adtam meg, már buktam egy pontot. Teljesítők adatbázisban ott a teljesítés, és ott a dátum. Ha ki van jelölve, és duplán kattintok, akkor lecseréli a teljesítés dátumára. Oké. Ha megnézed most, hogy mit kaptál, itt vannak a dátumok. Már csak az kell, hogy a feltételem az, hogy 2018, és itt vannak a 2018-ban teljesítők. A másik, hogy azok kellenek, akik 60 évnél idősebbek. Hát most már csak ki kéne számolnunk, hogy 2018-ban az adott születési évvel rendelkezők, kik voltak azok, akik 60 évnél idősebbek. Ez egy újabb számított mező. Jobb egérgomb, szerkesztés. Ennek legyen az a neve, hogy kor, kettős pont. Kell egy függvény, amelyik szintén a year, dátum és idő, year, a teljesítés dátuma, ugye kifejezést töröljük, a dátumot kijelöljük, és a teljesítő adatbázis táblái közül a dátumot ide tesszük. Megvan tehát újra a dátum. Nem használhatod fel ezt a teljes évet, mert ez abban a pillanatban van kiszámolva, amikor ez is, tehát gyakorlatilag nem tudod felhasználni.
és ebből kell kivonni a kisebbet, hiszen így lesz pozitív szám, hiszen a születési éve biztosan kisebb, a születési éve. Tehát innen nem tudom betenni, de innen be tudom tenni, és már is van egy különbsége. Nézd meg, itt van, hogy ki hány éves volt. Már csak 60 évnél idősebbek kellenek. Tehát nagyobb, mint 60 a feltétel. Nézzük meg, ők azok. Arra figyelj, hogy a 2018-at azt nem kell megjeleníteni, mert kik hány évesen teljesítették, hát ugye a nevet sem mondja, de hát az az értelmes, és így néz ki a végeredmény. Jobb egérgomb, mentés, 6 plusz 60. Készen vagyok a hatodik feladattal. Hetedik feladat. Készítsen jelentést a Heves megyei teljesítőkről. A teljesítőket a település szerint csoportosítva, név szerint rendezve jelenítse meg. Szövegszerű tartalmat és mezők sorrendjét tekintve az alábbi minta legyen. A meghatározó biztosítja, hogy minden érték látható legyen. A jelentést lekérdezéssel készítse elő. Tehát, mi kell gyorsan nézzük meg? Kell a település, a teljesítő neve és a teljesítés dátuma, és Heves megyei kell, hogy legyen. Ezt kell lekérdezésben. Tehát létrehozás, lekérdezés, tervező. Kell mind a kettő, hiszen kell nekünk a megye, a település neve, a teljesítő neve, és az, hogy mikor teljesített. Szépen lépésről lépésre ezeket innen kivadászod, illetve megnézed a jelentést. A megyére szűrnünk kell, tehát az a Heves. Kisbetű, nagybetű nem számít, teljesen jó. Az, hogy itt most megjeleníted vagy nem, rendezel vagy nem, egyéni szociális probléma. Mentés, lehet ugyanaz a neve, ami a jelentésnek. És akár be is zárhatjuk. Most jön a jelentés. Ezt varázslóval hozzuk létre. Megkeressük a lekérdezést. A megyét nem kell megjelenítenünk. Kell nekünk település név, teljesítés név és dátum. Tehát szépen áttesszük ide, méghozzá a megfelelő sorrendben. Tovább. Nem település név szerint fogunk csoportosítani, hanem átmegyünk a teljesítésbe. Így most már mind a három adat egy sorba kerül, nincs kiemelt adatunk. És ezek után emeljük ki, hogy a település neve szerint akarunk csoportosítani, és így csoportszintként fog biztosan megjelenni. Tovább. Rendezési sorrend azt mondja, hogy név szerint rendezve. Ha csoportosítasz, akkor az már alapértelmezetten rendezett, tehát teljesítés tábla név szerinti rendezése szerint tovább. Az, hogy ez most léptetette, tehát a szint lejjebb kerül, vagy blokk, szerintem elfogadható mind a kettő, de itt most léptetett a minta, tehát ez rendben lesz. Mi legyen a jelentés neve? Az, hogy 7 heves, és befejezés. Megnézed, teljesen jók vagyunk, csak hogy cím, Heves megyei teljesítők, átmész szerkesztőbe, nyomtatási nézetet bezárod. Jó, az oldal fejléc, település. Figyelj oda, mindig címkét írjál. Megnézzük. Dátum nem látszik. Abban a pillanatban megszólal a vészharang. Visszamész szerkesztő nézetbe. Tervező nézetbe. És megfogod, és a település teljesítés nevét egy kicsit rövidebbre veszed, a dátumot pedig hosszabbra. Így. Megnézed, látod a dátumot, most vagy jól, most vagy a helyén. Egyébként ebben a nézetben is tudod
szerkeszteni, azt hiszem, igen, így van, tehát itt is láthatod, hogy körülbelül mekkora dátum és mekkora névmező kell neki. Ctrl-S, bezárás, gyakorlatilag készen vagyunk. Mindenhol azt látom, amit a feladat kért, egyetlen egy pontot veszítettem el, ha jól sejtem, méghozzá azt, hogy az adatbázis neve nem jó. Bezárom, és ott, ahol ezt tudom, ott javítom. Ha tetszett, légy szíves egy lájkkal jelezd, további jó munkát, sikeres érettségit kívánok!